A nyáráczeredai olvassunk csoport színes, gazdag és színvonalas rendezvényel ünnepelte meg múlt vasárnap, április 23-át a könyvnapját. Akárcsak az UNESCO általi eseménynek, a szeredai rendezvénynek is az volt a célja, hogy ösztönözzék egymást az olvasásra, felfedezzék az olvasás szépségét. Kicsitől nagyig mindenki kedvére válogathatott a programok közül. Könyves cseréberével kezdtük, ez egy ilyen ráhangolódás volt a mai nap találkozójára, ahol amelyiken eseményen bárki részt vehetett, hogyha van-e otthon olyan könyve, amit már kinőtt mondjuk belőle, vagy már nem akar újraolvasni, azt ide nyugodtan elhozhatja, és aki választ más tangyáról esetleg, ha megegyezik a két fél, akkor nyugodtan elcserélhetik, de lehet új könyveket is találni, megvásárolni, és ez egy nagyon jó dolog, mert a megunk könyveinket is nyugodtan így újra, frissre lehet cserélni. Utána kezdődött a gyerekfoglalkozás, ez a legkisebbeknek volt. Ez egy nagyon jó ráhangolódás volt a mesés percekre, mert a dr. Kádár Anna Mária meghívottunk, és az ő Lilla és a Tündérbogyó című meséjéhez kapcsolódtak a foglalkozások is, ugyanis tündérbogyót készítették el a kis gyerekek, és el is altatták, közben még altató zenét is tanultak hozzá, és ez egy nagyon jó ismerkedés volt a mesével, aki ezelőtt nem ismerte volna, és így már nem úgy érkeznek erre a mesés percekre, foglalkozásra, hogy teljes ismeretlen mesé hallanak, hanem a szereplőket már ismerik. A gyerekek nagyon-nagyon élvezték a programokat, szórakoztató és tanulságos tervezettel készültek nekik. A rendezvényen dr. Kádár Anna Mária pszichológus tartott interaktív előadást a legkisebbeknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy el kell mesélni a történetet úgy, ahogy van, hogy ez nagyon jó, hogy ezt tudod, mert minél több történetet tudunk a családunkból, minél több ilyen életmesét, annál ügyesebbek leszünk felnőttként, hogy a szülőknek mondom, hogy annál magasabb lesz egy gyereknek az önbecsülése, meg a küzdőképessége. Felsőbb tagozatos iskolásoknak, az középiskolásoknak pedig egy ilyen általános ki mit tud kvízversennyel készültek a pedagógusaink, és utána pedig egy flashmobbal is készültünk, mert hát ez a célja ennek a rendezvénynek, hogy népszerűsítsük az olvasást úgy, mint a gyerekek körében, mint a felnőttek körében, és szeretnénk, hogyha Nyáráczereda ott lenne azon a bizonyos palettán, és nem csak ott lenne, hanem kiemelkedő helyet foglalna el, hogy bizony mi egy olvasóközösség akarunk, és reméljük, hogy leszünk, és úgy érezzük, hogy valamennyiben már vagyunk is. Utána pedig a nagyoknak készülünk, a felnőtteknek, ugyanis egy általunk nagyon sokat író nő vállalta el a felkérésünket, és most itt van nálunk, ő nem más, mint a felvidéki Gyurica Katarina, és vele lesz egy író-olvasó találkozó. Reméljük, minél többen részt vesznek ezen, és persze dedikálási lehetőség lesz a végén is fotózkodás. Mindezzel párhuzamosan a fiataloknak is az irodalom köré szerveződő tevékenységek zajlottak. Az ifjúsági olvasókör tagjai úgy vélik, hogy az intézményes keretek nem mindig elegendőek arra, hogy az olvasmány élményeiket megosszák egymással, és ez az alkalom pedig pontosan ezt hivatott teljesíteni. Ennek keretében leginkább arra fektetjük a hangsúlyt, hogy minél interaktívabb, érdekesebb, különlegesebb játékok keretében ismertessük meg velük a világirodalmat, a magyar irodalmat, vagy akár a kortárs irodalmat. Nyáráczeredában két olvasócsoport működik. A fiatalabbak ezen a rendezvényen ünnepelték fennállásuknak egy éves évfordulóját. Az első és legfontosabb, hogy létszám tekintetében is azért bővültünk. Tulajdonképpen ennek a szerveződése leginkább egyfajta belső szerveződés mentén valósul meg, vagyis azok a fiatal lányok, 15-18 év közötti fiatal lányok hívják meg a barátaikat vagy barátnőiket, hogy ők is csatlakozzanak az olvasókörünkhöz. Ezen kívül pedig ugye sokkal jobban megismertük egymást, hogyha már sokkal kötetlenebb egy-egy találkozás, ami számomra ennek az ifjúsági kör vezetőjeként a legnagyobb örömet okozza, hogy minden egyes program megszervezésébe, sőt, akár a havi olvasó találkozóink megszervezésébe is nagyon aktív szerepet vállalnak a lányok. Ezt kifejezetten azért tartom fontosnak, mert lehet, hogy mondjuk az érdeklődési körünk már nem feltétlenül egyforma, és nekem az a legeslegfontosabb és elsődleges célkitűzésem, hogy olyasmit alkossunk, amiben ők ki tudnak teljesedni, azokat az olvasmányokat, amelyeket ők fontosnak tartanak, vagy amely őket érdekli, lehetőséget biztosítsunk mindezt megbeszélni, mert az ő tapasztalataik alapján tudok beszélni, hogy legtöbbször akár mondjuk egy osztályközösségben, vagy akár baráti közösségben nem mindig van erre lehetőségük. A rendezvény mintegy 150 személyt mozgatott meg,
s a tevékenységek révén bizony minden látogatónak, résztvevőnek emlékezetes esemény maradt. A vasárnapi nap üzenete: együtt, egymásért, a közösségért, mert a közösségnek van ereje. S ezt a napi mottót Nyárád Szereda meg is mutatta.